A vagyonvédelem egyidős az emberiséggel. A betörés, behatolás jelzése, a riasztás már körülbelül 1000 évre vagy korábbi múltra is visszatekinthet. A legelső riasztórendszer, amit az ember alkalmazott, az a kutya volt, mely mondhatni a mai napig töretlenül megőrizte helyét a vagyonvédelemben. A magyar biztonságtechnika története a 300 évvel ezelőtt használt pénz- és értékszállító ládákkal, a súlyos és csalafinta zárszerkezetekkel kezdődött. Megemlítendő a millennium idején Magyarországra települt német páncélszekrényeket gyártó Arnheim-gyár. A magyar mérnökök már a legelején teljesen átalakították a széfek szerkezetét, s a világ legmegbízhatóbb értékmegőrzőit hozták létre. A technika azóta sokat fejlődött, de a magyar szakemberek máig elismertek ezen a területen. A biztonságtechnikai mérnök munkája során a megbízója személyes és anyagi, vagyoni biztonságáról gondoskodik. Tevékenysége a modern eszközöknek köszönhetően ötvözi a rendőri és informatikus foglalkozás egyes elemeit. Célja megelőzni a vagyontárgyakban, információban keletkező károkat, vagy az ezzel való visszaélést. Dolgozhat közalkalmazottként, egy biztonsági szolgáltatást nyújtó cég alkalmazottjaként, vagy vezetheti a saját vállalkozását. A biztonsági mérnök tevékenysége során először megismeri a megbízó igényeit, a védendő területet, vagyontárgyakat és felméri a kockázatokat. Ezek alapján értékelést készít és javaslatot dolgoz ki a védelmi feladatok megvalósítására. Ezután megtervezi a biztonságtechnikai rendszert, majd telepíti és üzemelteti azt. Folytathat természeti katasztrófák megelőzését, előrejelzését és elhárítását elősegítő tevékenységeket is. A tűz, munkavédelmi és katasztrófavédelmi feladatai során a károkat meg kell előznie, vagy legalábbis minimalizálnia kell azokat. Tudását folyamatosan fejleszti, valamint kutatómunkát végez és részt vesz újabb rendszerek fejlesztésében. Legfőbb munkaeszközei a biztonságtechnikai és a személy- és vagyonvédelmi eszközök, mint például különböző beléptető rendszerek, riasztók, tűzjelzők, videotechnikai eszközök, trezorok, széfek. Mindezek mellett telefont, számítógépet használ különböző biztonságtechnikai szoftverekkel. A biztonságtechnikai mérnök munkahelye, munkavégzésének a helyszíne alapvetően az irodája, de ahhoz, hogy a tervezői munkáját el tudja végezni, ki kell menni az ügyfélhez, a megrendelőhöz, a megrendelő által épített létesítményhez, ami lehet egy lakópark, lehet egy egyszerű üzlet, de lehet egy kórház, egy szálloda, egy erőmű, vagy bármilyen olyan rendszer, olyan épület, ahova valamilyen biztonságtechnikai rendszer kell tervezni, építeni. A megfelelő digitális, technológiai és műszaki kompetencia elengedhetetlen a különböző biztonságtechnikai eszközök, rendszerek hatékony használatához. Figyelemösszpontosítás szükséges a precíz munkavégzéshez, a döntések gyors meghozása érdekében pedig önállósággal kell rendelkeznie a szakembernek. Mindezek mellett jó, ha fejlett logikus gondolkodással bír, képes folyamatosan tanulni, követi a legújabb technológiák és eszközök megjelenését. Minden nap új, minden ügyfél más, minden eszköz más, úgymond minden hely más, minden terület más, újat és újat kell kitalálni. Maga az eszközöknek a kivitelezése mindig más. Új helyre kerülnek, nem oda kerülnek, ahol előzőleg. Minden terület más. Először is az ügyfélnek az igényeit kell meghallgatni, és az ügyfél igényei alapján kitalálni azt, hogy milyen rendszerre van szüksége, milyen feladatokat akar megoldani a biztonságtechnikai rendszerrel, illetve egy adott épületnél a különböző jogszabályokat is figyelembe kell venni, és be kell tartani. Gondolok itt például a tűzjelző rendszernél, egész komoly jogszabályrendszer írja le, hogy milyen létesítési szabályai vannak egy tűzjelző rendszernek, de mondjuk egy kamerarendszernél is, ugye a tervezésnél a személyiségi jogokat is figyelembe kell venni a technikai paramétereken kívül. A biztonságtechnikai mérnök a tervezési, fejlesztési munkáját irodában végzi. A rendszerek telepítésével, működtetésével kapcsolatos feladatait változatos munkakörülmények között a megbízó által választott helyszíneken, vagy a szabadban is töltheti. Normál munkarendben heti 40 órában is dolgozhat, de a munkahelyi sajátosságok miatt előfordulhat több műszakos munkarend is. A védelmi feladatok miatt az éjszakai, hétvégi munkavégzés is előfordulhat.
főleg szellemi munkát végez, melynek során pszichikai nehézséget jelenthet számára a fokozott koncentráció és a nagy felelősség. A számítógép előtt végzett ülőmunka ártalmas lehet a gerincre és a látásra. A terepen végzett védelmi feladatok során különféle veszélyek és ártalmak érhetik. A rendszerek telepítése közben áramütés, a lőfegyverek, valamint a katasztrófa helyzetek miatt sérülés veszély fenyegetheti. Mindezek miatt fokozott figyelmet igényel a munkavédelmi és biztonsági szabályok betartása, a megfelelő védőeszközök használata. A számítógép használatához és a telepítési munkálatokhoz jó látásra, épp karra és ujjakra van szükség. A védelmi feladatok ellátásához jó fizikai kondícióban kell lennie. A nagy stressz miatt megfelelő idegi, pszichés teherbíró képességgel kell rendelkeznie. Munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálaton kell meghatározni, hogy az adott személy alkalmas-e a szakmára és az adott munkakörre. A munkakör bizonyos irodai tevékenységeit akadálymentesítéssel és speciális eszközök használatával mozgás, látás és hallássérültek is elláthatják. Az ember nem ülhet a babérjain, amikor ugye megtanultuk a különböző riasztó kamerarendszereknek a beállítását, paramétereit, ahhoz, hogy ezeket a rendszereket be tudjuk tervezni. Már is a technika fejlődése miatt ugye meg kellett tanulni az újabb rendszereket, az újabb riasztórendszereket, az újabb kamerarendszereket, és ugye ez mindig kihívás elé állítja az embert. Annak, aki ezt a pályát választja, érettségi után egyetemen kell tovább tanulnia. Először el kell végeznie a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzést, majd a biztonságtechnikai mérnök mesterképzési szakra kell jelentkeznie. Az oktatás során a hallgatók az elektronika, a fegyver és fegyverzeti ismeretek, a tervezési és szervezési ismeretek, a kockázatelemzés, valamint a személy- és vagyonvédelem alapjait sajátíthatják el. A megszerzett képesítéssel betölthető munkakörök például a védelmi igazgatási szervező, a tűzvédelmi előadó, a haditechnikai mérnök és a radarmérnök. Magyarországon az alkalmazottként dolgozó biztonságtechnikai mérnök keresete attól függ, hogy az ország melyik részében dolgozik és mekkora tapasztalattal rendelkezik. Ezen a területen a havi bruttó kereset 380 és 540 ezer forint között mozoghat. A vállalkozóként dolgozók keresete a megbízások jellegétől, valamint a szakember elismertségétől függően jelentősen több lehet. A biztonság iránti igény hazánkban jelentősen megnövekedett, így a modern technikákat alkalmazó, valamint az ezeket fejlesztő, tervező és üzemeltető szakemberek iránt nagy igény mutatkozik. Még könnyebb az elhelyezkedés azon szakemberek számára, akik különös szakterületre specializálódtak és idegen nyelvet is beszélnek. Évek alatt az ember szertesz egy ismeretségi körre, ha jól dolgozik a szakmában, akkor a munka is megtalálja, a megrendelők is megtalálják, és a rendkívül gyorsan fejlődik a szakma, és mindig kell tanulni ahhoz, hogy az ember lépést tartson a technika fejlődésével. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.